ketrecharcos.hu harcművészet, küzdősport, MMA. Sziasztok, Atis vagyok a Fight Shopból. Múltkori fogvédős videók után elkezdhetek érdeklődni a fogvédők iránt, megtudtátok, hogy több is van. Ezért gondoltunk egyet, és csinálunk egyet a bandázsokról is, egy ilyen bemutató videót. Ugye múltkor egy feltekerési technikát megmutattam már nektek. Ugye alapvetően a kezed, csuklód, hüvelykújjad, ujjaid, ütykeid, vagy itt a kéz közép csont tud sérülni. Mindegy igazából, hogy milyen bandást használsz. Mindenkinek van egy saját technikája, de nem csak az létezik, amit én mutattam, hanem mindenkinek van egy sajátja, minden edzőnek van egy egyedi technikája, úgymond. Szóval mire kell figyelned, ugye? Ha a csuklót fáj, oda tekeresz többet, oda tekered erősebben. Ha az ujjad, akkor ide a bütyköt kipárnázod, mint említettem, lehet szívecsot tenni ide például. Lényeg az, hogy ne legyen túl szoros, ne legyen túl laza, minden jó legyen. Na, menjünk végig szépen a boltban található bandázsokon. A legolcsóbbak, respect bandázsok. Ebből van a sima pamut, ebből van fekete és piros, valamint a rugalmas bandázsuk, ebből pedig sárga van. A rugalmas ez picit más, tehát ugyanúgy 3 méteres, de ugye rugalmas maga az anyag, egy ilyen könnyebb érzés a kézem. Aztán mik vannak még? Everless bandázsaink is vannak. Ebből van 2,75 méteres, 3,5 méteres, meg 4,5 méteres. Ezekről a bandázsokról azt kell tudni, hogy a legkisebb az pamut, a többi az rugalmas. Itt is színben minden megtalálható, tehát a terepszínű, ilyen pixeles terep, fekete, fehér, kék, sárga, piros, mindenféle található belőle. Venom bandázsok, ebből is általában van nekünk fekete, piros és kék, de lesz most például terepszínű is, ez van 2,5 méteresben és 4,5 méteresben. A 2,5 méteres bandást azt sokszor gyerekeknek ajánljuk például, ezek is rugalmasak, ez is egy remek bandás. Itt vannak még az RDX-nek a bandázsai, ugye ebből van piros, van kék, fekete, ebből is létezik a terepszín, ez egy 4,5 méteres bandás, picit rugalmas, de nem annyira. Itt vannak a Leon bandázsai, ezeket már ugye láthattátok, képen vannak a feliratosok, azokat már el is kapkodták, de van például zászlós, magyar vagy olasz, döntse mindenki magának, terepszínű, neonzöld, és ezt a hármat vettem le, szóval ezt el is dobtam, mindegy, itt már azért lehet komoly divatozni, nagyon jól néznek ki a feliratosok is, nekem például ez a légionári is van, amin a fekete bandázsok aranyjal vannak jelek, feliratok, nagyon jól néz ki. És természetesen a Norus Combat, ezzel mutattam ugye a múltkor, hogy hogy kell feltekerni az 5 méteres bandást, ebből is van fehér, fekete és egy pink is. Úgyhogy ha tetszenek esetleg a bandázsok, szeretnél vásárolni, mert mint mondtam, ezek már divat kiegészítőknek is jók, tehát hogyha jól akarsz kinézni a kesztyű alatt edzésen, akkor erre is van lehetőség, de ha simán egy feketét vagy egy fehéret akarsz, arra is van, tehát mindent megtalálsz itt, amit szeretnél. Úgyhogy gyere és vásárolj! Ketrecharcos.hu. Harcművészet, küzdősport, MMA.